nagyon jó nőket láthatnak majd. Olyanokat, akik különböző sportágakban mérik össze erejüket és szépségüket. Persze, hogy kinek mi a szép, hát ízlések és pofonok. De vigyázat, bizonyos hölgyek pofonjai akár nagyot is csattanhatnak. Ők nem a pofonjaikról híresek, hanem gyönyörű alakjukról, szép mozgásukról. A művészi torna hivatalos nevén ritmikus sportgimnasztika legjobbjai. Ezek a képek ugyanis a Szófiában rendezett szovjet bolgárhajdalanon készültek, és tudva levő, hogy e-két ország tornásznői a legjobbak e sportágban. És ezek is nők, a félreértések elkerülése véga. Talán nem annyira hajlékonyak és jó alakúak, mint az imént látottak, de annál erősebbek. Úgy villogtatják izmaikat, hogy az ember valósággal elszörnyed. Nehéz dolog egy ilyen versenyen, a bodybuilding világbajnokságon zsűri tagnak lenni. A győztes nevét nem kaptuk meg a hírügynökségektől, de az izmok látványa alig, hanem kárpótol az információ hiányért. A november hideg áramlással köszönt ránk. Ezt jósolja az előrejelzés. Gyökeres, mondhatni 180 fokos látványos időjárási fordulatra számíthatunk ezen a hétvégén. A képen tőlünk nyugatra látják azt a felhőtömböt, amelynek éles, jól elkülönülő nyugati peremén markáns hidegfront közeledik. Érkezése dél körül valószínű. Hatására az országos esőzést követően északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, egyúttal viharossá erősödik az északi szél. A hőmérséklet kora délután északnyugaton már csak 5 fok, másutt még 10 fok körül lesz. Nem szívesen hiszek az előrejelzésnek. Megerősít ebben az is, hogy tegnap sűrű köd és szikrázó napsütés időjárási csodaként váltotta egymást. Mára, ha tehetem, a napsütést választom, de előbb a pihenést, amit önöknek is kívánok. Nyugodalmas jó éjszakát, a viszontlátásra! Reméljük azért, hogy holnap, illetve már ma előbújik még a napocska. Kedves nézőink, adásunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy ezt a mai estét velünk töltötték. A mai adás lebonyolításában a következő munkatársak vettek részt. Tófalusi László műszaki vezető, Fösö Péter kép, Gyurákovics Éva hang, Péterhegyi László videotechnika, Pomaházi Sándor filmtechnika, Kis László operatőr és Adorján Károly adásvezető. Nevükben is elköszönök, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!